Január 19-i ülésén határozott arról Székesfehérvár képviselőtestülete, hogy erre a hétre halasztja a színház igazgatói pályázatokkal kapcsolatos döntést, mivel a Nemzeti Erőforrás Minisztérium kultúráért felelős államtitkársága jogi természetű problémákat fogalmazott meg. A múlt heti döntés alapján minden jelölt szót kapott a közgyűlésen, elsőként Buch Tibort hallgatták meg. Egy színház arculata a nézők megítélése én szerintem nagyon nagyban függ attól, hogy milyen ennek a színháznak a belső rezgése. Frigyesi András nemzeti ügyként és generációs hídként tekint a színházra. A színháznak állandósított megújulásra van szüksége. Ehhez jó auftak lehetne a 2013-as Szent Istvánév, mivel kapcsolatban konkrét produkciókat is írta. Harsányi Gábor nem volt ott a közgyűlésen, így Kis László bemutatkozása következett. Az a fontos számomra, hogy egy erős társulat jöjjön létre, egy erős rendezői gárda, és a közönség az mindenképpen visszakerüljön. Kuna Károly arról beszélt, hogy a kultúrát nem államok hozzák létre, hanem egyének. Bízom abban, hogy a Vörösmarty Színház közösségteremtő, formáló, kulturális értékei hozzájárul a fehérvári emberek életminőségének javításához. Pesti Nagy Katalin levelét dr. Bóka Viktor jegyző olvasta fel. Engedjenek egy új esélyt adnunk az önök testvérő társulatának egy sokszínű művészetében igényes és a nézőket szeretve fogadó teátrum létjogosultságával. Tisztelettel és az önök szolgálatára készen Pesti Nagy Kati rendező. Dr. Szabó Károly sem vett részt a közgyűlésen, levelében viszont arról tájékoztatta a képviselőket, hogy visszavonja pályázatát. Hivatkozással 2011. december 2-án postai úton a polgármesteri hivatal részére eljutatott pályázat a Vörösmarty Színház igazgatói munkakörre megnevezési pályázatomat. Ezúttal közlöm, hogy azt a mai nappal visszavonom dr. Szabó Károly. Egy korábban egyeztetett program miatt Szűcs Gábor sem vett részt a közgyűlésen, így utolsóként Teklesz Zsuzsát hallgatták meg a képviselők. A nagy színházban olyan előadásokat hoznak létre, ami a jelen nézőket is megtartaná és visszacsábítaná azokat a nézőket, akik mondjuk elpártoltak a színháztól. A képviselők szavazatai alapján egyik jelölt sem érte el a kinevezéshez szükséges többséget, a képviselők ezért új pályázat kiírásáról döntöttek. Annak örülök, hogy nagyon sokan gondolták úgy, hogy pályáznak Székesfehérváron ennek a színháznak a vezetésére. Azt gondolom, hogy nagyon korrekt, jó jelölteket ismerhettünk meg személyükben és jó pályázatokat, de egy egészen biztos, hogy Fehérvár soha nem engedett központi nyomásoknak, és azt hiszem, hogy talán ez a mai döntés egy kicsit arról szól, hogy most sem kíván. Az új pályázat elbírálásáig az eddigi igazgató helyettes Quintus Konrád vezeti a színházat.